Jó reggelt, vietnám, szavaztok gyerekek, üdvös csatornánk, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videósorozat következő részeivel. Hú, nagy levegő volt, és itt szükségünk is lesz a nagy levegőre egyébként, most jut eszembe erről a momentumról, ahogy így beköszöntem, mivel ugye a Holdon vagyunk, nem a Holdon vagyunk, a Marson vagyunk, és úristen, annyi videót megmutatok itt hirtelen, de hanem másik irányba is elnéztem, és azt is láttátok. Na, jó, fú, basszus. Azt a rott életbe, mi ez a hely, gyerekek? Na, megmondom őszintén, hogy újra kezdeném ezt a videót, mert annyira összeszedetlen vagyok, hogy az hihetetlen. Tegnap végeztem ezzel a mappal, elkészítettem mindent, és ma szombat reggel van, és még ma fel akarom tölteni ezt a videót, úgyhogy ha szombat van és látod ezt a videót, akkor szuper, akkor sikerült is feltöltenem. Hú, annyi mindent akarok mondani, és egyébként még én sem vagyok így mindennel tisztában. Ez igazából egy létező map volt, egy Mars bázis, viszont én egy kicsit átalakítottam. Például raktam fölé egy ilyen nagy kupolát, ami igazából csak látvány lesz. És jó, basszus, miket mondj, nem is tudom, hogy mivel kezdjem. Igazából, hogy mit keresünk itt? Gondolom mindenki látta az előző videót, amiben ugye az volt, hogy elpusztult a Föld, mi meg egy az utolsó rakétával elhagytuk az éppen felrobbanó Földet, és ide a Marsra érkeztünk, egy félkész Mars bázist találtunk, és itt próbálunk túlélni, de igazából nem olyan túl sokáig, hanem addig, amíg 5 milliót össze nem szedünk. 5 millió eurót kell összeszedni, azt gondoltam, az lesz cél, de gyerekek, olyan kellett történetet találtam ki, de nem én találtam ki, hanem egyik ismerős segítségével, ő mondott egy nagyon jó ötletet, hogyha valaki látta, vagy tudja mi az, hogy sliders, Akkor lehet, hogy már sejti is, de mindenképpen ebben a részben el fogom mondani. Viszont lefektetek néhány szabályt így a kapásból az elején. Szóval, a Marson nincsen megfelelő légkör arhoz, hogy életben maradjunk. Tehát nincs elég oxigén. Ezért azt találtam ki első szabálynak, ugye az első, egyik a cél az a 5 millió. Ezen a mapon. Azért gondoltam az 5 milliót, hogy ne túl sokáig legyünk itt. Később mondom, hogy fog folytatódni a történet, hogyha innen ezt elhagyjuk, ezt a bolygót. Meg hogy fogjuk elhagyni. Az 5 millió legyen meg, igen. Viszont van egy darab szabály. Nem létezhetünk a dómon kívül olyan járműben, aminek nincs kabinja. Tehát, hogyha olyan járműnk lesz, aminek nincs kabinja, azt mindenképp úgy tudjuk árvinni. Egyébként itt ilyen zsilipkapuk vannak, hallgassátok meg! Ez morha jó, ugye? És tudjátok, a zsilipkapi úgy működik, hogy a belsőt beteszed, a külsőt kinyitod, utána tudsz kimenni. És azt nekem ez nagyon tetszik. Az a lényeg, hogy vannak ezek a dómok, látod, hogy ott is van egy, ennek minden egyének más funkciója van. Viszont van itt egy hatalmas, ami lefed mindent. De amint azt látjátok, az konkrétan az nincs kész, csak a vászszerkezete miatt ott nincsen megfelelő oxigén odakint. Tehát így a dómon kívül, ha kimennénk, hát itt ugye üveg van, nyilván nem fogunk kimenni, ha kimegyünk, akkor ott nem tudunk levegőt venni. Szóval ezzel kell folyamatosan számolni, ez egy nehezítő körülmény ezen a mapon. Viszont olyan új sorskártya ötleteket találtam ki, ami szerintem rohadtul jó lesz. Na nézzük meg, hogy mi van itt. Itt van egy Mars jármű, ami igazából nekünk sok mindenre nem jó. Arra jó, hogy el fogjuk adni valószínűleg, és pénzt csinálunk belőle. De jó, itt van a reaktor. Ez nem is tudom, melyik volt. Melyik volt ez? Curiosity? Vagy nem is tudom, mi volt a neve ennek a Mars járműnek? Amelyikre már ugye nem napelemekkel működött, ez tök jó, most nem tudom, ez miért beszélek erről, nem tartozik a Farming Simulatorhoz, de viszont nagyon érdekes, hogy ez a Mars jármű nem napelemekkel működött, mert az állandóan probléma volt, mert így belepte őket a bor az első Mars szondáknál, vagyis Mars járműveknél, és emiatt nagyon rossz volt a hatékonysága. És volt, van olyan időszak a Marsnál, amikor a nap nagyon kicsi szögbe éri csak azt a felületet, ahol épp a Mars jármű van, és akkor ott fel kellett állni egy domboldalra vele, és így gyakorlatilag pihentetni kellett, amíg abban az évszakban volt ugye a Marson a bolygónak az állása. Emiatt az következő Mars járművekhez egy konkrét, külön kis, azt hiszem valamilyen fúziós, vagy nem tudom milyen reaktort építettek rá, és onnan szerezte már
az energiát. De nem tudom erről miért beszélek, de szerintem ez tök érdekes. Na, van egy pótkocsi, vannak itt ilyen dolgok. Egyébként ugye megérkeztünk ide a Marsra, ez egy ilyen full elhagyott Marsbázis, hogy a műanyag vödörre miért volt szükségük, meg a lapátra. Ne kérdezzétek, azt a betyár! Hát van itt egy lerúgott talicska, de ez de jó! Jaj, ez nagyon jó. Hát mire fogjuk használni, fogalmam sincs, de van, lehet, hogy csak eladásra. Viszont, van itt egy ilyen, hát mondjuk, hogy marsjármű. Hát igazából nem találtam megfelelő marsjárművet, úgyhogy ez hozzátartozik a történethez. Így, én textúráztam át ezt a BMP talán, ugye? Igen, és ez hát igazából ezt tud vontatni, meg tud darus járműként működni, ilyen csörlősként, de lehet, hogy az elején el fogjuk adni. De nem, tudjátok mire fogjuk használni? Felderítjük a telepet. Na egyébként itt a bolt, és ide kerülnek a járművek, hogyha veszel majd járművet. De meg kellene nézni a következő részeket, hogy igazából mi van. Miből tudunk gazdálkodni, hogy tudunk működni. Ja és ugye itt van itt is egy vödör. Itt van a farmház konkrétan, úgyhogy ez is tök jó. Jelenleg itt lehet talán aludni, lehet, hogy a 19-ben van, nem is emlékszem. Több mint egy éve nem játszottam Farming Simulátort. Na, menjünk ki. Viszont, ugye a külső ajtó kinyitása, amiután ugye várjatok, járjunk ki innen, húzzuk fel a talpait ennek. Mennyi idő van? Oké, pörögni akarok, ne haragudjatok, mert szeretném minél hamarabb összeszedni a pénzt, jó? Úgyhogy ez így fog működni. Jó, ennek felhúzzuk a izét, behúzzuk ezt a gémet. De jó. US Army felirat a BMP, érdekes. Nem túl hangos a játék? Remélem nem. Azt nehogy az legyen, hogy. Várja már? Jó, oké. Szerintem minden oké lesz. Oké. Minden oké lesz, oké. Valahogy kimegyünk innen. És ugye, ahogy mondtam, a Mars felszínén, ami kívül van, ott nem kapunk levegőt, tehát nem, olyan járművel nem lehet közlekedni, aminek nincsen kabin, nem zárt térbe van. Viszont, mivel ugye ezt a külső ajtót a járművel nem tudom nyitni, a trigger pontja az ugye csak emberre vonatkozik, emiatt ugye ilyenkor kint kell lennem. Viszont úgy gondoltam, hogy ugye igazából a Marsnak a felszínén nem élhető a körülmény, valóságban se, de viszont pár másodpercet életbe tudsz maradni, visszatartod a levegőt. Úgyhogy minden egyes ilyen, amikor kín vagyunk, kín lehetünk, hogyha visszatartjuk a levegőt. Addig. Tehát szó szerint én vissza fogom tartani a levegőt, és akkor így fog működni. Ennyi. Ennyi. És a Mars felszínén bármit ugye, mit tudom, csatlakoztatni kell valamit, vagy valami ilyesmi történik, vagy bármi ilyen, akkor ugye kiszállhassak kívül itt. Itt kiszállhassak, de egyébként jól néz ki ez a map. Ez az jól néz ki ez a map. Ja, egyébként egész eddig én nem foglalkoztam a Giant Editorral. Egyébként ezek a napelemek ezek nincsenek, nem működnek. Várjatok, nézzük meg már a garázsunkat, hogy mi van nekünk. Ja, van ez. Van a pótkocsi, van a lapát. És vannak a maphoz tartozó ilyen tárgyak, ezeket semmiképpen nem fogjuk eladni, jó? Oké, hogy nem abból fogunk pénzt csinálni, ne az legyen. Na, ezek a napelemek csak design, úgyhogy ezeket lehet, hogy el tudjuk távolítani, ugye fönn van az a modifikáció, ami ilyen, tudjátok, hogy tudok törölni map objecteket is. De egyébként vannak itt ilyen földek, lehetne így itt kint is mezőgazdálkodni, de én úgy gondoltam, hogy ne legyen kint, hanem úgy tényleg legyen egy nehezítő körülmény, hogy csak itt ezekben a dómokban, amiket láttok körbe, azokba lehessen. Itt van a rakéta ugye, indítóállomás, amivel majd el fogjuk hagyni a bolygót, de viszont nagyon érdekes az, hoppá, ott megnyitva van a dómnak az ajtaja. Mi van itt? Egyébként a mapot is megnézhettem volna, de gondoltam gyorsan nézzünk körül, aztán akkor ki kell találnunk, hogy mit fogunk csinálni. Na várjatok, a külső ajtót bezárom. Oké, és visszaszállok a járműben, van elvileg, ugye itt bent sincs most légkör. Vegyük úgy, hogy ugye ilyenkor egy idő után dekompresszió történik, és feltöltik levegővel. Na mi van itt? Várja, van itt a mapon valami, ezt megnézem, jó? Egy pillanat, fonóüzem. Ja, ez csak akkor eladási pont. Meg istáló eladási pontnak számító dolog, de viszont itt van egy állatkereskedő, itt lehet venni állatokat. Egyébként van fűrészmalom, az érdekes, mondjuk. Export to Earth is van, a magyarul exportálni lehet a
Farmsiló. Van, itt a farmsiló. Igen. De ugye nem biztos, hogy nem csak a olyan dolgok is lehetnek, amik a mapon nem mutatkoznak meg. Igen, itt lehet. Itt van az állatos, ott meg van a fonóüzem. Nek számított, tök jók ezek a tartályok. Meg van itt egy rohadt nagy daru, ami nem tudom, hogy milyen célt szolgál. Lehet, hogy csak ilyen dizájnelem. Oké. Okay. Húzzunk bele, gyerekek, gyorsan körbenézünk, azt megnézzük, hogy miből tudnánk pénzt csinálni. Viszont itt akkor már normálisan fogom kezelni ezt a zsidip kaput, hogy ki tudjak szárni mindig a járműből. Ugye a külső ajtót azt nyitva is hagyhatom. Mivel nincs benne senki, ki belülről nem fog senki kijönni. Egy, két, ha. Jó. Ezt be akarom tartani ezt, hogy kint ne lehessen. Jól néz ki ez a map, gyerekek, nem? Elég monumentális ez az építmény. Igen, ez egy valós map, na azt elkezdtem, ugye, belinkelem nektek, de az nem pontosan ugyanilyen, majdnem ugyanilyen. Én hozzányúltam egy kicsit, hogy ezt a Giant Editorba, én még soha nem csináltam mapot, meg nem is foglalkoztam vele, nem tudtam, hogy kell, meg kell nézni egy csomó tutoriált, hogy tudok módosítani is, mert azért annyira nem egyszerű, mint egy ilyen, nagyon egy, mint ahogy például a játékon belül kezeled ezeket a dolgokat. Mi ez? Jó, ott lehet eladni, itt lehet eladni a... Nem, ez izé lesz. Ez üzemanyag. Ha, itt az üzemanyag, jó. Itt tudunk tankolni, nem tankolunk, basszus, mert nincs pénzünk, 1900 pénzünk van. Ennyivel fogunk kezdeni. Igen, egyébként megvannak a régi mentések, szóval ott az, hát a föld, ami elpusztult azon, ugye. Meg tudom nézni, hogy mennyi pénzt gyűjtöttünk össze, azt hozzá tudjuk majd írni az 1 milliárd euróhoz. Mert azt szerintem úgy kellene akkor... úgy lenne normális. Aha. Jó. Itt fát lehet eladni, ez érdekes, nem jó eladni a map. Mármint nem úgy van az ikonja a mapon. Oké, itt van egy jó nagy dóm. Oké. Akkor igazából itt üzemanyagtöltőállomás, ott lehet eladni a dolgokat, itt a fát lehet eladni, hogyha esetleg fázni fogunk. Bár a marsra nem fázunk, süt a nap. Nem, egyébként fát azt lehet, hogy nem fogok csinálni, termelni, nem tudom, hogy lesz téged előre. Igen, és még marjak is vannak a marson. Na, várjál. Egy, két, ha. Ez elég nyűgös ez a dolog. Na, és hogyha majd nekiállok valami munkafolyamatnak, akkor akarok beszélni, hogy hogy lesz a történet tovább, egy baromi jó ötlet. Ja, itt már nem kell visszatartanom a levegőt, ahol itt nincs semmi, ez tök üres. Na, hát itt lehetne valami mezőgazdálkodni, vagy valamicsoda. Nem tudom, hogy fogjuk megszerezni az első pénzünket. Valószínűleg, hogy ezt a BTR-t eladom. Jó, és ezt bezárjuk. Aztán megyünk tovább, gyors, megnézzük, miből lehetne pénzt csinálni. Hát ha másból nem, akkor valami olcsó traktort, akármilyen kicsit kell venni, csak az a baj, kabin nélkül itt ugye csak maximum egy vonóruddal tudnám elvontatni az egyik dómba, viszont ugye csak a dómokba tudunk bármit csinálni, úgyhogy ez érdekes lesz. Ja, ez egy kicsit érdekes lesz megoldani. Valami kezdőtőke jó lenne, igazából a gépekből lehetne kezdőtőkét, ott is nyitva van egy egyik dóm. Itt van valami bánya terület, de ez, ha jól tudom, ez csak decoration, tehát itt nem lehet semmit így fellapátolni, nem lehet bányászni. Konkrétan ez egy ilyen az építkezésre akaró utalni. Gondoltam rá, hogy ezt kitörnöm, de mondom, maradjon. Design szempontból szerintem tök jó, a járművek nem használhatók. Ez mind dekoráció, csak... A maphoz tartozó dekoráció, meg középen is van valami, majd azt is megnézzük. Igen, hát azért ugye nincs teljesen kész ez az egész. Aha, ez is tök üres, úgy látom. De legalább nyitva van az ajtója. Nézzük tovább gyorsan, hogy mi van még. Megvettem Steamen 2019-et, valamint ezt a játékot, eddig nem Steamen volt. Mert nem akartam már tökölni vele, mert mindig izém van, volt egyébként. Jó, na, Epic Store-ba volt meg. Na mi ez? Ez mi az a rámpa?
Gyöp, mondj gyöp, gyerekek. Mondj gyöp. Ez mi? Ez mi? Ez fű. Le van gyöp. Le van kaszálva és ide van szorva. Mi ez? Aha. Van nekünk gyapjunk, 1000 literünk. Meg vannak bálák, amiket nem fogom tudni felemelni, mert nehéz. Gyerekek. Amiket nehéz. Akkor... Ja, ez akkor most itt sokra megyek. Várjál, ez a bálát semmiképp nem tudom, ez viszont lehet, hogy föl tudnám merni valamivel. Vagy pedig olyan járművet kell venni, amelyik egyszerre homlokrakodó is, meg villát is tud, meg mindent tud. Az jó, hogy valami olyasmi lenne jó. Bál villa, meg íze is lenne hozzá. Ezeket el tudom adni, ugye ebből lenne egy kis pénz. Viszont teljesen ki kellene kalkulálni, hogy hogy legyen, nehogy valami végzetesen becsődöljünk. Mert az nem lesz jó. Ja, hogy nehogy elcsesszem a pénzt, az összeset azt a végén meg nem lesz semmi. Egyébként a... Várjál, a farmcsilóban van valami? Na, mentett is egyet a játék. Nincs semmi. Ujjaj. Hát akkor azért... viszont izé van. Van minden, ami eladható. Még izé is, gyerekek. Még füvet is tudunk termeszteni. Ja, mert van egy ilyen komplex mód, egy ilyen fűtermesztő mód. Hát a füvet termeszteni az egyik, az nem is lenne rossz, gyerekek. Hát itt a yardok biztos nem zaklatnának minket. Benézzünk ide is. Még 2 darab ilyen van, úgy látom. Hú, azt a rohadt életbe. Ezt majdnem nem bírtam. Esküszöm. Ezt majdnem nem bírtam. Ez jó, ez a taktika. Hogy vissza kell tartani a levegőt, mert így tényleg valósághűen, ameddig vissza tudom tartani eddig. De igazából kifújhatnám, csak újat nem vehetnék fel, de úgy legyen, hogy ameddig vissza tudom tartani. Ez is nyílva van? Milyen? Oké, ez is tök üres. Jó, akkor ezeket megnéztük. Megnézem, itt középen mi van. És akkor, ja, azokat a dolgokat, amik vannak abba, amelyikben vannak. És melyikben voltak azok, basszus? Nem ebbe, hanem az utolsó előttibe, ugye abba voltak cuccak. Na, itt van egy daru. Itt megint van ilyen dekorációs, víztoronyszerű valami csoda. Meg itt van valami nagy épület, nagy parabola antennával, vagy pedig valami rádió tápcsővel. Command Center, basszus, ez mi az irányító központ, de szerintem ez csak ilyen dekorációja. Itt meg vannak amik kellenek, mag, meg permetszer, meg minden ilyesmit, műtrágya. Itt már szerintem nincsen semmi se. Már a farmsiló, ja, itt a farmsiló, nem ez a farmsiló. Hol van a farmsiló? Vaj a farmsilót, azt itt mutatja. Itt van a farmsiló. Nem, ez mi ez? Water. Itt van a water. Aha. De mondjuk ezek az ikonok, ezek szerintem nem jó helyen mutatják a dolgokat, úgyhogy ez cseszhető. Nem, de ott van, jó, ott van. Itt van mögötte a farmsiló. Aha, storage factory. Oké. Okay. Igazából akkor ennyi, gyerekek, gyorsabb visszamegyünk. Azt próbálunk akkor kitalálni, hogy mivel tudnánk pénzt csinálni. Várjál. Oké. Okay. Figyeljetek, az a igazság, hogy ugye van egy pótkocsink, az jó. Egy olyan, ezt el kéne adni. Azt abban a járművel nem tudok beülni, egyébként be lehet ülni, csak ilyen tök bagos, úgyhogy meg amúgy se lehet beülni egy marsáróba, úgyhogy ezzel odébb toljuk, betoljuk oda is, akkor eladjuk. Meg eladjuk ezt a BTR-t is. Sokra nem megyek vele, ennyi pénzből esetleg akkor vesz az ember egy homlokrakodós traktor vagy valamit, majd mindjárt megnézzük. Hát ezt akkor mégse toljuk be. Csak megoldja a keeper. Ezt betoljuk azt a marsjárót. Egyébként nem is gondoltam, hogy ilyen nagy egy ilyen marsjáró. De azt hiszem, hogy ez tényleg ilyen jó nagy.
Azt a betyár, gyerekek. Hát milyen be van húzva kéziféken van, sárom vagy mi? Egy picit mennyi orrébb, egy picit? Ahogy né. Szerintem itt már érzékelni fogja, oké. Okay. Nem! Nem! Gyerekek, azért itt a... Jaj, és emlékszek erre a mosjáróra. Szeretem a csillagászatot, nagyon sok ilyen dokumentumfilmet, meg cikket olvasok. És igazából azt hiszem, hogy ja. Ez volt az a mosjáró, amelyik igen, kettő darab készült belőle? Konkrétan ilyen ikrek voltak? Igen, ezzel lehet vele mondhatni. Ennyi ilyen lehet. 8000. Hát ez mindjárt jó. Ja, és egyébként azért ugye most aki nem annyira farmingozik, aznak mondom, hogy azért érdemes ide be itt eladni, mindig az eladó ponton. Mert ugye, hogyha izébe adod el, itt adod el, itt nézd meg 2200. Ha bejársz és így adod el, 2600. Ugye most egy ilyen alacsony árunál nem annyira sok a különbség, de egy több százezeres eszköznél már ugye több tízezer is lehet a különbség. Oké? Okay? Mennyink van 12000-ünk. Amit már eladni más nem nagyon tudunk. Jó, nem tudunk más. Jó, akkor 12000-ből kellene valamit vennünk, amivel azt tudnám valamit csinálni vele, ugye? Fú, bazza, gyerekek, várjatok? Fú, 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 fú. Nem tudom, milyen traktor vagyok. Nézzük meg a kis traktorokat, és valami olcsóbbat kellene venni, de nem, semmiképp nem úgy, hogy ilyen csütesen olcsót, jó? Kis traktor, ez egyébként tök, ja, csak ezt cseszhetem. Bazza, cseszhetem a izé, de nem cseszhetem, mert használhatom ezeket is, csak ugye dolgon belül, tehát azt majd traileren, vagy pedig vonóruddal kell áthúzkodnom ezeket, hogyha meg akarom oldani. Én útra jó, jó drága, ja. MTZ-ek, 17000-ek, nagyon drágák. Ó, hát ezzel voltunk ezelőtt, ezzel már nem akarok. Ez nagyon adná, ez nagyon tetszene. Ez tetszene, mert ez ilyen full univerzál lenne, csak 18000, úgyhogy még nem tudjuk ezt megvenni. Ursus, Zetor. Oda nézzé, várjál. UTB-t azt mindig így elhanyagoltam, pedig annyira mondjátok, hogy UTB-zzek. Ugye nagyon sokan Romániából is néztek, Erdélyből. Az UTB, ó. És az 55-tel megy, nekem az tök jó lenne, én utálok lassan közlekedni. Traktor 55-tel megy. És homlok rakodó csatlakozót is tudunk rárakni. Homlok rakodó csatlakozóval. 3500, mi az? Ügyenek meg. De jó, milyen jó kerék. És az izé, de minek előre izé, a fenyő mintása egyszer. Egyszer ez nem összkerék meghajtása, nem igaz? Hát azért az a gyárja, ugye? Gondolom. Jó legyen ez a gyárival. Rakunk homlokrakodó csatlakozót, és akkor kéne hozzá homlokrakodó, kéne villa hozzá. Jó, ezt mindenképp megvesszük. Elnézést! Tök jó néz ki ez a mód. Ugye fülkéje van. Nézzük. Szodálatos! Hát ez jól néz ki az amúgy, gyerekek. Imádom, amikor ilyen iszonyat szépen kidolgozott. Az utolsó csavarig basszus látszanak a dolgok. És sőt, még ilyen, nézd már meg, ilyen ízés textúráltsága van, hogy ilyen kicsit, mint a rozsdát, amikor lefestett, tudod. Hát ez azért ezek nagyon jó, minden. Kutya felviddel látszik apám. Hú, ez rohadt, ez jó néz ki az amúgy, várjál már. Belső nézetben meg kell néznem. Gyerekek, ezt nem használtam ezt a módot, hát miért nem használtam? Hát ez rohadt jó. És milyen jó hangja van. Ennyi a francba, ez nagyon, ez adja. Viszont ez várjál már, UTB-hez homlokrakodó csatlakozó az hol a tökbe van. Homlokrakodók, ezek van külön? Csak van neki, nem? Jaj, ezt utálom. Ha véletlen rosszod vesz, hogy azt akkor... Várjál, hát ez írja elvileg, hogy mi ez jó, ugye? Bazza. Mennyi van, te Isten? Mik vannak itt gyerekek? Várjál ma.
Mi az a pontos típus? UTB 650. Hát ez a baj, amikor nagyon sok modot használsz, ugye? UTB 650, ugye ahhoz kell elvileg jónak lennie. Olyat kéne keresnünk. De azt valamelyik nem ér, nem írja, úgy utalnom. Úgyhogy akkor csösszetem meg én. Oh, megint kezdődik ez az őrület. Ez a fenthez jó. Ez olyan grab PS 05-höz, látod? Itt meg nem írja, hogy rohadjon meg. Ez az MTZ 1025-höz való. Ez is a grab PS akármennyi. Jó, kezdődik a hülyeség. Ó, hogy a francia sem bele. És miért merjek venni? Az a baj, ezek meg ilyen böszme drágák. Még ez se olcsóbb. Jó, hát akkor veszünk gyárit, jó? Talán jó lesz rá. Nem, akkor nagyon rácsiszünk. Hát ezt utálom nagyon, gyerekek! Vegyünk gyárit! Meg kell próbálni. Na most azt elhivatkozzatok, hol raktam? Jó, mázling van. Jó. Mázling van, nem a legautentikusabb, nem mertem menni ízét. Meg nem is nagyon volt rá pénzünk, 3000-ünk van ám gyerekek, már csak. Viszont akkor kellene rakni, venni egy univerzális kanalat. Jaj. Meg egy bálavillát, pedig olyan jól néznek ezek ki. Ezt nem hiszem, hogy nem kapcsolja föl rá, hallod? Az ilyen jó nagy, nem? Megyünk gyárit, mi? Mert rá fogunk cseszni vele, érzem már most. Bálavilla. Legyen valami íze, autentikus színe. Oké, meg akkor egy... Megdobjuk izével? Figyelj! Univerzális kanál. Van izénk. Lapátunk. Nagyon sokáig tartana megdobni? Nem nagyon akarom minden pénzemet elverni. Jaj, de viszont jaj, jó lehet volna inkább raklapvilla, mert ott volt egy raklapos áru is. Na majd valahogy felküzdjük ezzel. Oké. Okay. Figyelj, földobjuk a vödröket vagy valamit, azt megnézzük, hogy mennyire nehéz megdobni azzal a portkocsit. Jó? Ez egy egész baba. Elég alacsony ez a portkocsi, úgyhogy lehet, hogy jól lehet vele dolgozni, vagy vödörrel, meg ilyennel. Gyere ide, hova jön? Mekkora vödör ezt a Jézus Isten? Nagyobb idő talicska, figyeled? Jó. Oké, talicskát egyébként elbírja? Elbírja, de jó. Vigyük már a talicskát is el. Viszi a halál, hiszen nem tudom használni ott kint. Azokat lehet, hogy el kéne adni. A lapátot elviszem. Jó, babaim. A vödör menjen a talicskába, aztán akkor itt tudjuk, hogy ezek van, ezünk van. 2400 van, nem egy erős. Remélem azért valami jó pénz kijön abból. Oké, okay, így. Hajrá! Szuper gyerekek, adjunk neki. Külső nézetet kicsit nyomatom, mert tök tetszik, jó rész ki az egész. Mekkora lehet ez a pótkocsi? Egy, két, ha... Na. Skacok. Akkor, következő van. Jaj, el kell mesélnem, basszus, el kell mesélnem, odaérünk, el fogom mesélni, hogy mit tervezek a következő részekre. Egy új sorskártya ötletem van. Basszus, ezt az elején el kellett volna mondanom. Ah,
Jaj, nem tudom, mit csinálják most. Pedig jó lett volna ezt elmondanom az elején, de akkor elmondom most. Azok fogják tudni, akik itt vannak épp ebben a pillanatban. Jaj, nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon. A sliders-es dologgal kapcsolatos. El akarom mondani, mindjárt gyerekek. Kár, hogy nem látni be ezekbe a domokba, nem tudom ez, hogy működik. Oké. Oké. Na, nagyon gyorsan elmondom. A lényege az egésznek, hogy arra gondoltam, hogy ugye itt 5 milliót meg kell termelnünk, akkor tudjuk elhagyni ezt a helyet. Azt úgy fogjuk tudni elhagyni, hogy 5 millióból konkrétan abban annyiba fog kerülni, hogy megépítsünk egy ilyen interdimenzionális kütyűt, ami nem is interdimenzionális, mert nem dimenziók között fogunk ugrani, hanem multiverzumok között. Tehát nem multiverzumok között, hanem univerzumok között, egy multiverzumos. Új, basszus, nagyon várjatok! Hogy mondjam el izébe, hogy mondjam el, hogy nagyon érthető legyen. Az a lényeg, hogy egy térkaput fogunk nyitni, vagy egy féreg lyukat, amivel át fogunk ugrani minden tizedik rész után. Ugye 5 milliót most megtermelünk. Akkor meg tudjuk építeni ezt a kutyút, és azzal át fogunk ugrani egy másik univerzumba, és meg fogom mondani, hogy mindjárt hogyan, és egy random helyre, egy random időbe, ez nagyon érdekes. És utána mindig a következő univerzumba 10 részig fogunk ott ténykedni, és 10 rész után mindig ugranunk el megint egy random univerzumba. És ezt úgy gondoltam, hogy úgy valósítom meg, hogy sorskártya lesz, kettőfajta sorskártya lesz, az egyik a hely, a másik az idő. A hely az úgy fog lenni, hogy berakok mondjuk 100 darab mapot, és ki fogjuk húzni, hogy melyik mapra fogunk érkezni. Tehát melyik mapra fogunk bezuhanni, mint ahogy a térkapu beugrunk, és akkor ki, sorskártya, mondjuk ez a map. Oké. Ki fogunk húzni egyből egy másik sorskártyát is, amivel meg fogjuk határozni a dátumot. Tehát az lehet 1800, mondjuk 80-tól egészen 2000 30-ig. És azt is ki kell húznunk. És így, akkor abból egy ilyen full random dolog fog történni minden 10 rész után, hogy egy random mapra fogunk érkezni, egy random időbe. És ez azt úgy fogja befolyásolni a dolgokat, olyan dolgokat fogunk tudni csinálni, és olyan gépekkel, és olyan eszközökkel, ami illik ahhoz az időponthoz. Tehát, hogyha mondjuk 1800 az években fogunk érkezni, akkor lóval fogunk tudni dolgozni, meg szekérrel, meg kézi erővel. Hogyha mondjuk 2030-ba érünk, akkor meg ilyen full high-tech dolgokkal fogunk dolgozni. És ugye mindig a map is teljesen random lesz minden 10 rész után, így egy ilyen epic változatos dolog lesz, és ugye a pénzt azt mindig így görgetni fogjuk magunkkal, tehát ami van pénzünk, azt mindig visszük a következő mapra, mindig visszük, de ugye hiába van pénzed, ha például az 1800-as években fogsz érkezni, a lovakkal fogsz akkor dolgozni, de hogyha bemákolod mondjuk, hogy 2030-ban egy olyan mapon, amelyik, mert a mapnak is jó lenne, hogyha stimmelne, egy olyan mapon, amelyik nagy földek van, meg nagyon jól lehet dolgozni, akkor egyből tudsz venni high-tech gépeket, meg tudod indítani nagyon meg a farmodat, és akkor tudsz pénzt termelni nagyon sokat. Úgyhogy ez így nagyon random lesz, nagyon véletlenszerű az egész. Na gyerekek, várjunk, álljunk ide, azt megpróbáljuk megdobni ezt a pótkocsit először. Hogy mi legyen? Először a bálákat próbáljuk meg elvinni? Most nem tudom, de egyébként ez ugye nem egy bála hordós pót, úgyhogy ezzel nagyon izé lesz, nagyon szopás lesz. Úgyhogy na, erre gondoltam, figyeljetek, szerintem ez nem lesz olyan nagyon nehéz. Várjál, ezt a lapátot ki kéne dobnom onnan, mert bajok lesznek az a lapáttal. Na, hát ez... Várjál, most melyiket csináljam? A lapáttal vagy a másikkal? Na, a lapátot kéne... Ne villegjé! Most meg a veder van ott, mi? Nem a lapátta, figyelj, ez maradjon itt. A veder. A veder szerintem hány literes? Nem tudom, a veder hány literes. Hány literes ez a veder, miért nem írja? Nem szokta az írni. 70 kilódik. Hallod? Na még jó, hogy nem ide. Tököm leszáll. Na, ezt
Vigyük a fűjét. Visszük a fűjét, hát mindjárt póton meglássuk. Póton volt a teli hovardó. Jó. Ja, és akkor szerintem ez így tök jó lesz, csak az a lényeg, hogy ezen a mapon valahogy nagyon gyorsan össze kéne kubikolnunk 5 milliót. Figyeljetek, nem tökölünk, és arra megkérek mindenkit, hogyha van ötlete, hogy hogy tudunk nagyon gyorsan pénzt csinálni, akkor mondja, mert tényleg most nem az a lényeg, hogy itt fogunk megöregedni, hanem az, hogy egy olyan gyorsan megszerezzük azt az 5 milliót, hogy tudjunk az első multiverzumunkba, vagy univerzumunkba, random univerzumunkba ugrani. És ugye... Éha, az jó, hát ez ledobod a vödröt, megtölti önmagát. Egyébként erre lehetett volna szerintem magasítót venni erre pautra. Gyerekek, mi tök történik? Ja nem? Jó. Hajrá! Sose találom meg a vödröt, elveszik. Ezek az eszközök elvesznek, vége van. Egyébként, figyelj, lapátta se töltöttem volna meg gyorsabban, nem? Csak az a baj, ne állíts... Úgy utálom, kiejti a kezéből. Ne állíts ki, mert ugyanúgy... De most mit? Mi történik? Hát benne maradt a vödörbe a szajré. Vagy mi van? Nem marad benne? De érdekes, hogy... Lehet, hogy nem marad benne, csak belebagolt a textúra. Ja, jó. Az a gond, hogy ugye kiesik, ezt úgy utálom, hogy a tárgyak kiesnek a kezéből a dolgozónak. Hogy mi? Megint benne maradt. Koncentrálok, bocs. Megint. Nem tudom, begyivar a... Jaj, fasz, fröcsök szét a íze. Fű. Látod? Lehet, hogy nem fér több a pótra, vigyá, megnézzük. Nézzük már meg, hogy mi van. Nem, izé. Hát ez nem lesz, hogy erős, az ilyen 3000 literes körülbelül. De mi a tökér nem akar ez most belefóni, ha? Érdekes néha, érdekesen viselkedik. Ne. Ne gubancolódjál. Ja, valamikor nem marad ebbe a rohadvödörbe. Vagy csak a textúra marad be? Így a... Na. Jaj, nem, mert akkor meg innen kimeri. Nehogy megfordulj. Ja, lehet, hogy csak a... Lehet, hogy csak úgy néz ki. Na most meg viszont kiürült, jó. Jó, tök jó. Jó ez a vödör dolog, hallod? Most homlokra korolva is itt bingódnánk. Egyébként nem nagyon kell homlokra korolni nekem, tudod azért. Na, valamit írjatok majd, hogy mit lehetne kitalálni. Egyébként abban a nagy dómban lehetne valami jót csinálni. Egyébként arra gondoltam, tudjátok mi lenne jó? Elültetni fűvel az egészet. Na ez le... Ilyen jó van, akkor most ezt ide kellett szórnod. Megnézem, nincs-e tele. Nincs-e felét nincs. Na 100%-on van. Figyelj, fölbököm ezt a raklapot el kéne vidni. Még ezzel is tudom, ezt nem kell szórakozni. Aha, raklapvillával, hogy ne. Vagy bálavillával is lehet ezt. Jó, akkor ezeket elvisszük. Meg kell nézni, hogy hol lehet venni, vagy mit lehet venni, vagy mit, hogy lehet eladni. Ebből nem nagyon fogunk gazdagodni, de viszont valamit ki kell kitalálnunk. Hú, a gyöp. Hol veszik a gyöpöt? Ez a gyöp, ugye? Arra miért veszik? Az istálóknál. A forróüzemnél meg megvennék az szerintem a... Ahogy nevezik ezt? Tudod-e ezt? 1700 ér. Nem, várjál, figyelj, exportőrtnél jobban veszik. Exportőrtnél jobban veszik a...
Meg is jelölte elvileg, ugye? Megjelölte? Nem olyan látom. Nem jelölte meg? Ja, várja ki. Egy. Oké. Okay. Viszont ezt meg akkor az istálók nem veszik csak, ugye? A gyöppöt. Aha. Jó. No problemo. Megyünk. Csak óvatosan. Óvatosan zárjuk ezeket az ajtókat. Na majd valamit találjatok ki, basszus, ezt az 5 millió gyorsan szedjük össze, mert nagyon kíváncsi vagyok már az első random mapra, az első random. Egyébként a mapok között rengeteg magyar map lesz, autentikus map, meg minden, igazából mindenféle lesz olyan is, ami ilyen mega nagy hatalmas map, lesz tényleg ilyen szuper változatos, lesz a sorskártyában mindenképpen legalább egy ilyen minimum 50 mapot be fogok rakni. És felsorolva, az évszámok azok meg ugye tényleg 1800-as évektől 2000, mondjuk 30-ig vagy 2050-ig, és vannak ugye vannak ilyen nagyon high-tech traktorok, amik mondjuk 2050-ben tényleg vannak olyanok, szó szerint láttam modokat, amik ilyen robotok, meg drónok, meg ilyenek, akkor meg lehetne azzal foglalkozni, úgyhogy egy ilyen tök változatos lenne, bár nem tudom, hogy 10 részenként csinálja meg, vagy 5. Az a baj, hogy ha nagyon kevés, mondjuk csak 5 rész, akkor nincs időd pénzt termelni, mert ugye az eszközök megvétele az pénzbe kerül, és nem fogod tudni visszatermelni azt, annak az árát. Igaz, hogy a végén eladsz mindent, de hát akkor is. Ez úgy nem úgy működik. Na várja, akkor ezt kellene. Ezt megveszik itt, ezt komolyan ide lerakom, vagy mi a szar? Ezt. Ó, de ja. Ez még a raklap is. Mennyit kerestünk? Ha nem vittük túlzásba. Viszont akkor most kellene az istálókhoz menni. Az meg itt van az alatt a dóm alatt. Ugye ott volt. Hát abból nem sokat fogunk keresni, az biztos. Ugye nekem nagyon aggódok egyébként, hogy miből lehetne pénzt csinálni. Az a baj, a fa, az nem tudom, hogy ez elég lenne a dóm mérete neki. Meg hát a fához azért több minden kell. A legelőször egyébként lehet, hogy azt kellene, hogy kéne vennem egy kaszát, mondjuk az UTB-re. Kellene vennem egy vetőgépet, és akkor fűvel eldurrantani az egészet, nem? Ugye az a fűbe az a jó, hogy nem kell aratnod, meg nem kell ilyeneket csinálnod. Mert ugye kell combine, kell, rengeteg dolog kell, hogyha rendesen, ugye műtrágyáznod kell, hogyha rendesen búzád, vagy kukoricád, vagy ilyesmit akarsz termelni. Ahhoz rohadt sok dolog kell. Nehogy már megint krumplit kell ültetni, mert megőrülök. Mondjuk, ha nagy helyen várják krumpli ültetés. Nem hiszem, hogy megint krumpli ültetés. Ott egy bála, mi a franc az? De várj, ez nem, ez ilyen fake. Ez nem is valós. Ez nem valós. Várj, ez mi? Mi az a hely? Itt az istálok. Ja, itt van. Érdekes. Hát ugye nincsenek valós istálok. Aha, így. Észre is vette. Jó, pörög a pénz. Money, money, money. Ja, hát ez nem valós az a bál, az ilyen fake bál, az ilyen decoration. Ó, 247-et kerestünk, hát az üzemanyag többbe került, hogy ide eljutottunk ezzel. Ejjjj, hát nem tudom, a bálákat azért, az a bálákat ugye el tudom adni? Az se lesz egy nagy pénz, nem? Hát, hogy az jobban járnék, megnézzük. Rendesen megszoktam már, hogy mindig levegőt vissza kell tartanom, amikor nyitom az ajtót és beugrok a traktorba. Jó, azt ne kérdezzétek, hogy van a traktorban oxigén, meg hogy ilyen dolgok. De szerintem ez a koncepció így jó, hogy kabinja van akkor. Ki lehetsz itt a Marson, ha nincs kabinja, akkor nem. Ez meg nem szálltunk ki, meg itt ki nem termeszthetünk. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog. Ez egy jó koncepció. Egy alapfelütés. Ja. Oké. Okay. Hát a traktort az semmiképpen nem szabad eladnom, hanem eszközt kell vennem. Valami pénzt kell termelnem, mert ugye csak bukok rajt, hogyha most eladnám ezt az UTB-t. Meg az UTB az egy kezdésnek egész kellemes. Nem tudom, hogy mit csináljak. Az a baj, fa feldolgozáshoz is elég sok minden kell. Ugye erdő az nem nagyon van a izébe,
Marson, meg hát most hova? Hova ültetek fel? Oda belülre? Érdekes lenne. Lehet, hogy kilóg a teteje, vagy nem. Lehet, hogy bagol. Lehet, hogy épületen belül nem is enged fát ültetni. Sőt, lehet egyáltalán vetni, meg aratni, meg ilyeneket épületen belül, mert ezek épületnek számítanak. Hát ez akkor úgy megint kellemes lesz, ha az nem működik. Hát lehet, hogy a bálákat kellene. Figyeljetek, van itt izé rögzítés, az a... Rottú nincs. Jaj, de jó. Várjál már, nézzük meg a jövőket. Pótkocsikat, mert ez a pótkocsi az nekem annyira nem jön be. Valami. Fú, ez mennyibe kerül ez a pótkocsi, nézzük meg, hogy mennyire tudnám eladni. Na, ó, 4000-be kerül ez a pótkocsi, gyerekek. Viszont akkor valami olcsó pótkocsit, meg ami van rögzítő pont is, mert voltak itt tök jók, amiket régebben használtunk, ez egy ótvar egy szar. Volt, ez például tök jó volt. De ezen van rögzítő? Ez azt hiszem, hogy pont nincs rögzítő pont, ugye? Urakára, hogy ezt miért nem írja? Ezt miért nem írja, hogy rohadjon meg? És azt nézem, ez van nekünk, 4000-re lehet eladni. És így van 4400, az jó. De még nem sokat volt használva, mi? Nem tudom, melyiken van rögzítőpont. Ez probléma. Ezen szerintem nincs. Ebből van... Wood, meg bálás. Hú, mondjuk ez jó útvar. Viszont ezt át lehet konfigurálni, ez tök jó. Hogy tudod konfigurálgatni. Ezeket nem tudod? Van izére is, figyeled? Ilyen silózós. Oh, van bálahordó ebből. Jó, 14000! Jó, azt nem figyelted, bocs. És ezt nem tudom konfigurálni? D35, várj, nekem melyik van? D34-es, jó. Ó, de várjál, itt a bálahordó. A D34-es tud bálahordóra konfigurálni. Ó, hát akkor jó, nem kell eladni. De remélem, hogy így vannak feszítők. És nagyon gondolkodok az egészen, hogy mit csinálja. Hogy ezt a párbálát el tudom minni így. Na mindegy. Az a baj. Hogy ugye ez a konfigurálgatás is tök messze van. Nem annyira jó nekem ez. Ez a bála egyáltalán megveszik ezt? Meg egyáltalán tudom minni ezzel majd. Mindjárt megnézzük, hogy mennyire lesz ez jó nekünk. Mennyi, hány liter egy ilyen? 4000 liter, ugye? Egy ilyen bála. Azt a betyár, hiszen nem fér fel már egy se. Körülbelül, de csináld a ricsét. Hát ez nek, azt a betyár. Hát mi ez a gyerek pótkocsi? Én azt hittem, ezt megrakom, hallod? Hát ez nem fogom. De kár, hogy nincsenek feszítővek. Azért akkor lehetne rápakolni. Jó, hát egy nyerővel így is be tudom rakni. Csak az a baj, nincs lekötési pont ezen a szaron, de miért nincs? Hát, annyi a várja. Izére, várja, élére elférne kettő is. Élére elférne kettő is. 4000. Remélem, jaj, bocsánat. Bocsánat, nem látta senki. Egyedül én vagyok az egyetlen ember az egész univerzumban, úgyhogy nem tudom, hogy kitől kérek bocsánatot. Mezőgazdálkodok a Marson, azt úgy vágjátok? Azért a Keeper azért nem elgurul neki a nyugtató, amikor halálos iramba csóka van a izébe. Álljál már föl, hát bazze! Ez a szó, vagy ez a... Jó, a kettőt mellé vigyeztünk még egyet, vagy felállítom.
Figyelj, le kéne döntenem ezt a nagy kupócot. Hogy? Így. Ezt akarta ki. Az, no, no, azért megoldottam, kettő úgy lett. Ugye? Kettő elfér. A pénztermelés, az egy jó dolog, mert a keeper agya azon forog, hogy megszabaduljon a marsal már. Büszke lenne rám a mostohám. Ez mekkora gagyidő. Júj! 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 A másik oldalról közelítem meg, hátulról közelítem meg, ha már egyszer felállítottuk. Júj! Jó, remélem, hogy jó ez a videó, egyáltalán megy a felvétel. Nem gondoltam volna, hogy képes leszek megcsinálni ezt a videót, mert tegnap nagyon sokáig dolgoztam ezen, hogy sikerüljön megoldanom a mapot, meg minden. Ja, megvettem Steam-en izét, megvettem a 19-et, mert annyira felidegesített. Utálom, hogy ma minden... Nem vagytok így vele? Hogy ez körülbelül olyan, mint a streaming szolgáltató. Megvettem a YouTube Premiumot is, mert már annyira felbaszott a sok reklám, hogy az őrület. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, komolyan mondom, van ilyen egy hónapos próba, nulla forintért ki tudod próbálni, hogy nincsen prémium, YouTube prémium. Hát apám, hogyha azt kipróbálod, utána soha a büdös életbe nem fogod anélkül használni. YouTube prémium nélkül. Ilyen 1700 forint szerintem az semmi, érted, az két tábla milka vagy már csak. Még annyi se. Úgyhogy annyit szerintem rohadtul megér, hogy egy büdös reklám sincsen semmilyen videóban. És egyébként ne higgyétek azt, nagyon durva, ugye még nem is tudom mikor hozta be a YouTube, hogyha te nem raksz reklámot a te videódba, akkor is a YouTube ő rakhat bele reklámot, azzal az indokkal, hogy igazából, hát ő neki kell mindenképp a pénz belőle. Hát nem ingyen van a szolgáltatás, hogy te videókat töltesz fel. Ja, úgyhogy jó az izé. Ezt megpróbálom még a végébe egyébként, az így oldalasan. De egyébként milyen jó megrakta a keeper ezt a tetejére, még földobok egyet, azt talán nem ejtem el, nem? Hát ne kelljen itt ez asszony. Csak hogy fogom ja, itt van, viszem a villát is. Nem, hogy tudom leszedni. Én ezt így be akarom akasztani. Valahogy, mindjárt. Így. Oda nézzél, érzed. Csak az a baj, a villa. Így gondoltam pontosan! Egyébként pont így gondoltam, rohadt jó lett. Jó. A lekötési pontunk lenne ez a rohadt pótkocsin. Hogy tudnánk ide is ponizni, az jó lenne. De nem tudunk. Figyelj, még kettő ide erre fölfér szerintem, sima liba. Kettőt még föl tudok rakni, és tudom is, hogy hogyan. Sőt, rakjunk föl az összeset. Kezdődik, hogy nem tudunk kivenni a... Bazza, nem tudunk ki... Úristen! Úristen, gyerekek, újabb izé probléma merült fel. Hát hatalmas nagy gépeket nem tudsz behozni ide. Hát nézd már meg, hát annak fix. Nem tudod behozni. Ez nem úgy működik, hogy bármekkorát behozhatsz. Ajaj, itt lesznek bajok. Viszont ez az UTB, ez annyira hálás ez a gép, én ezt még sose próbáltam. Szerintem ebbe a sorozatban, hát mármint ezt a modot, most hogy mondjam ezt el? Érted? Játszottam már UTB-be, de ezt a modot szerintem még nem próbáltam így húzamosabb ideig. Retteltesen jól irányítható, retteltesen keles, jó a fizika. Na, ide gondoltam még egy-kettőt. Hát lehet, hogy a második az már magas lesz, mi? Majd igazodik. Jaj. Úgy. Hát szerintem korrektül meg van ragva a jármű. Oké. Okay. Föred üljé. Jó, nagyon jó, rohadt jól irányítható. Ez most köllött nekem. Jó nagy ívben, nehogy alá forduljon. A forgó zsámoly. Hát ez áll, mint Katiba a gyerek, ne viccelj. Oké. Ezt meg szerintem ki is férünk. Lol. Bálahordás a Marson. Azért a fékezéssel csinyán.
Egy-két H! Hihaj! Menjünk egy belső életet. Annyira autentikus. Jaj! Ez aztán autentikus, tényleg? Bálordás a varsorák, és meg akkor azt mondja autentikus. Az... Az anyád szömi, az az autentikus, nem a bálordás a marzsan. Jó, hát ezt szépen el lehet hevickélni vele, úgy látom. Ha nem megyek rá erre a földre, mert itt csüppedős. A vízőmód az nincs bent, tudod, van az a realisztikus talaj, felrúg a gép, meg minden. No, hadd ne. Egyébként a gravitáció milyen a Marson? Jóval kisebb a Mars, vagyis nem tudom mekkora, talán fele a Földnek, mint a magának a bolygónak. Úgyhogy jóval kisebb lett a gravitáció. Az érdekes, át kellett volna írni mindennek. Na, az úgy még szép lett volna, hogy így repkednének a gépek, mi? Vagyis kisebb gravitáció miatt így kisebb súlya lett. Az tök jó lett volna, hogy bánákat tudtam volna kézzel rakni. Ezt előbb kellett volna gondolnom, hogy emiatt, ez egy újabb szabályrendszer, fele akkora lenne mindennek a súlya. Vagyis megnézni pont, hogy a marsi gravitáció az hányad a földinek, és akkor úgy gondolkozni ebbe. Ez tök állat lett volna. Mert ugye kiírja mindennek a súlyát, és annyi, hogy elfeleztük volna. Mármint ha ráviszem az egeret, akkor ugye kiírja a súlyát. Benn van egy ilyen, oh shit, egy ilyen. Mond. Egyébként ezek a izék nem egyformák. A hülye. Nem egyformák ezek a hangárok, nézd meg ez mekkora. Tök fura. Nem, mint ilyen kis járművel lennénk. Hát ez az UTB, ezt mindenkinek ajánlom, nem is tudom, régebben. Régebben is volt egy UTB, amivel szoktam menni, az nem volt annyira szépen kidolgozva. Az is olyan rohadt jókedves volt, emlékszem arra nagyon. Az még 15-ben volt. Új lakon. Egy rohadt jókedves jármű. Hát ez tényleg egy... Most nem azért, de ilyen... Jaj. Jaj, ez nagyon virál ezen a villán, ezt hogy fogom úgy kihúzni? Aha, ez a baj, hogy nem jól áll azon a villár. Jó, várjál, menjél le róla. Ja, nem álltam a biztosabb beleszúrni, mert utána nem tudsz ki... Nem tudsz kijárni belőle. Mert a föld alá nem tud bemenni attól. Na, így már azért babább. Ezt nem rakom fel a pótkocsira, minek? Egyébként ennyire a villán is hozhattam volna. Még nem hiszlek el! Nem hiszlek el! Pedig azt hittem, hogy jók vagyunk. Hú de kezdem izényi elveszíteni a türelmemet. Nem jó. Nem jó! Itt a cél előtt ennyivel, már régen beoradhattam volna, nem? Egyszerre akarok bevenni. Ó, ezt felszúrtuk. Ez a pénztelenség, gyerekek, amikor 4000 pénzed van, érted? De most vennék még egy pótkocsit, egy bálahordot, vagy valami, vagy konfigurálgatok, érted? Elcseszem a pénzt. Azzal nem leszek előbbre, mert ugye később akkor mit fogok csinálni? Így akartam, hogy igen, üljél rá a traktorra, na. Csak ne essél le róla. Gyerekek, mekkora kockabálák ezek? Ekkora kockabála létezik? Az én időmben, amikor kockabálát pakoltam, akkor nem ekkora voltak. Hogy ez én változó? Mennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5. 54, 20. Akkor 20 ezer liter. Ez tök jó. Ez remélem, hogy az jó pénz lesz. Ez meg billenteni se tud ez a pótkocsi. Úgyhogy akkor remélem, hogy eladja azért valahogy. Ujjjj. Hát 200-at ér egy. Ez megint nem a gazdagság. Ahogy de jó, elég így belejárni, jó. Jó, 5500-nál vagyunk. Hát nem olyan rossz szám ez, gyerekek. 5500. Én abban gondolkozok, hogy lehet, hogy... Kéne egy nagyon olcsó vetőgép, ami csedva. Meg egy kosza. Meg egy hamster.
Meg akkor be tudnánk vetni fűje, gyöppe. A nagy dómot mondjuk. Állattartás is jó megérne, 5 milliót nem tudom, hogy szedünk össze nagyon gyorsan. Igazából az első pár 10 000 lenne a probléma. Jaj, az ekkora a dómokban mit fogok én csinálni? Mondjuk az még egész nagy az a dóm, de hát... Ez elég izé lesz, elég necces. Itt vannak a nagy fődek egyébként. Ja. Az a baj, mindenhez kell. Viszont a füvet, azt lehet, hogy meg fogom csinálni valahol. Az egyik dombba csinálunk. Várj, ott megnézem, mennyibe mi kerül az. Van ám ilyen izé. Hol van? Egyéb, és azt hiszem, hogy... Vagy én vagyok a hülye? Itt van a 55 000-be kerül. Ja, meg sem tudom nézni, de kell. 55 000-be kerül. De kell neki víz, trágya, és hempet csinál. Hemfactory, 55 000. Az lehet, hogy jó lehet, nem? Vagy pedig izé? Ilyenekre költeni, mint napelemek, meg ilyenek. Nem tudom. Bele vagyok ebben izébe most, bonyolódva. Gyerekek, szerintem inkább lehet, hogy az lesz, hogy mondjatok ötleteket, miattok, amit csináljak. Hogy lehetne pénzt csinálni? Hogy lehetne minél gyorsabban pénzt csinálni, hogy minél hamarabb ugye elérjük az 5 milliót, hogy kijussunk innen. Ugye az 1 milliárd euró az még mindig áll természetesen. De... Ja, nem tudom. Jó helyre jöttem. Ez a zsilipkapu rendszer, ez nagyon adja, ezt a jobb irom. Jó, mennyi van? Ezt el is tudom vinni egyből. Hát abból megint lesz egy 1000-es. Hát az a baj, a fű az nem olyan rohadt sok. Nem vagyunk azért annyira boldogok. Ja, ezt el tudjuk vinni. Hát, figyeljetek, lehet, hogy az lesz, hogy az már a következő részben lesz, ne legyen olyan rohadt hosszú. Meg igazából ötletekre kellene, gyerekek. Mindjárt tudjátok, mit ahelyett, hogy... Ez még... Azt hiszem, hogy ilyen nagyon rutinból megy aztán. Ezért annyira nem, de azért egész jól megy. Ez jól megy. Na, várjátok először, és akkor gondolok, inkább csinálunk egy olyat, hogy gyorsan átnézzük, mi kellene. Ugye kellene egy vetőgép. Hát, ugye, vagy pedig kellene mindenképp egy kultivátor is. Sőt, kellene egy eke is. Vagy egy olyan kultivátor, ami tud... Nem lesz az egyszerű, gyerekek. Nézzük meg, hogy mi van itt nekünk. 2700 azért van vetőgép. Viszont fel is kell kultizni a talajt, meg lehet, hogy fel is kell szántani. Mert ott nincs is felszántva. Van itt 2500 azért, ez egyébként jó. 3-6 méteres, teljesen jó. Egyelőre szerintem ez meg. Ez drága. Melyik a nagyon olcsó? 2500 az, ugye? 2700 az, ez. Ez csak 2 méteres. Ja, 3-6, ez jó ez. 6 falu erős traktor viszi, tökéletes. Viszont, igen, fogalmam sincs. Ja, ezt tud izélni is egyből. Trágyázni? Ez nagyon komoly akkor. Van 6000 ér, ami talaj lazít is, egy John Deere. 6 méteres. Viszont ennek is 6 falu erős traktor elég. Nem tudom. Ja, de viszont kellene egy kultivátor vagy eke. Ugye vannak olyan talajlazítók, ami eke helyett is használható. Abban az lenne az igazi.
És csak előkészíti. Az a baj. Írva a tarcsa. Valamit minden, mind a búcsú a gyerekek. Hát akkor... Hú, de nem egyszerű. Hú, de nem egyszerű az egész. Jaj, mindenképp kell izé, mindenképp kell ez. Mert ugye új szántóföldet kell vele kialakítani. Mindenképp ilyesmi kell. Hát ez 2 méteres gyerekek, amire ezzel földcsettintem. Arra lemegy a nap. Ez is 2 méteres. Ó, gyerekek. Ja, de várjál, van beragva, amíg el tudunk új szántóföldet, szélesebb is. Ez IH tárcsa, de 24 ezer. Úristen, úristen. Meg leszünk itt lőve. Amelyik nekem legszimpatikusabb, meg nem is drága, az ez. Ugye? Az a baj, hogy 2 méteres, 12, 20 lóerős traktor tudja vinni. 2 méteres, pazz. Az meg a katapillári. Ez 140 lovacska kell. Ez 12 ezer, más nem is tudunk menni. Az jó, itt vannak ezek a kicsi ízék. 80 lóerős traktor. Hát ez meg pont nem tudja elcibálni már. Jaj, hát lehet, hogy kerékre áll tőle. Ez is 2 méter csak. 2 méter ekében nem kevés egyébként, nem mondom nektek. Ez 70 cent is. Hát ez lesz a jó. Csak akkor ezt megvesszük. Akkor még nincs elvedve. Ugye ez 3200. Meg kell egy vetőgép. Legolcsó vetőgép. $2500. Hát ez egy olyan 6000-be fájna, ugye? Ja, meg kell akkor még egy kasza is. Azt a betyár úr isteneteket. Á, gyerekek, hát ez nem lesz az egyszerű. Hát hol van itt a kaszállógépek, vagy minek nevezik? Gyomlálók, rendforgatók, itt a kaszállógépek. Aha. Jó, itt azért van 1500, azért van ez a kis... Jó, ez a izére való bazze, 14k-ra. Jézus Isten. Jó, hát legalább egy 7000-et, 7-8000-et össze kéne kappantani. Ez jó, ez teljesen jó. Ja, 7-8000-et össze kell csapni. Most van nekünk 5500-unk. Vagy pedig írjatok, hogy szerintetek mit lehetne még kitalálni, hogy csinálja, mivel csináljunk pénzt, miből. Várom az ötleteket, következő részben titeket várlak, gyerekek, jó? Szevusztok, jók legyetek, csácsúi!